A csatorna fő támogatója nordicamoto.ru. A régi, itt az új. Itt van egy V-Strom 2023-ból. Lássuk, hogy milyen vele menni. Szokásos Kerelő Szentpáli tanpályán vagyunk. Megy a Wide Road képzés. És közben megyek a lepattanókra, mint a kosárlabdába. Kéregetek szép magyarul egy-két motort, lássuk, hogy milyen vele menni. Maradjatok velem, hogyha nem tettétek meg eddig, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Osszátok meg a videókat, támogassatok, hogyha szeretnétek, nem kötelező, de nagyon sokat segít. És lássuk, hogy milyen ez a V-Strom. Még Suzukihoz eddig nem volt szerencsém, úgyhogy jó kis V-motor. Van egy nagyon alap vibrációnk, de szerintem ez nagyobb fordulatnál kicsit jobban kijön, de nem elviselhetetlen. Hármasba 2000-es fordulat. Arra kell vigyázni, hölgyek, urak, hogy a V-Stromnak nagyon erőteljes a motorféke, visszaváltáskor le is tud blokkolni a kerék, bár szerintem ebben már azért van blokkolásgátló, meg mindenféle cucc, mert vannak itt módok, meg szelek, meg minden, de erre most nem szeretnék kitérni, inkább csak lássuk, hogy milyen vele menegetni egyelőre itt a pályán, aztán majd egy kicsit később kiviszem a pályáról is. Tehát alapjáratban is jóformán egyesben nem kell húzni a gázt, mert úgy elindul, hogy nagyon. Kényelmes, amúgy egy pici az ülés, sokkal nagyobbra számítottam, de annyi baj legyen. Itt van Szabolcs a Nordenne. Közben megy a képzés, most egy kicsit ide belemegyünk, remélem nem zavarunk be senkinek. Szabós nagyon adja a Nordennel, reméljük, hogy nem jár úgy, mint ahogy járt már régebb. Nem ismerem ezt kimondani, se jó formán. Fékünk is egész jó, egy ujjas az első, és a hátsó egy lábas, képzeljétek el. Nem akarom itt nagyon széttépni szegény, de lássuk, hogy helyből mit csinál, és a végén megállunk. Hangja nagyon jó. Vá, 9000-nél azért. Ó, itt te megcsúszott, a hátsó, vagy blokkolt jobban mondva. De hát annyi baj legyen, hogyha az ember oda van tartózkodva, vagy odafigyel, akkor nem csinál hirtelen hülyeséget, akkor nincsen probléma vele. Így néz ki a Suzuki V-Strom Sport Adventure Tourer, hölgyek, urak! Tetszetős, ez már jobban tetszik, mint a régebbi.
valahogy ott lent is jobban összehozták, most nincsen egy nagy, úgy szoktam hívni ezt, hogy ilyen gombaszedő a haspáncélt, mert olyan nagyon lent van, vagy nem tudom, olyan furán, ugye a leömlő miatt, meg maga a V-motor miatt nem tudták máshogy valószínű megoldani, de másképp nagyon tetszetős. Gyári dobbal is amúgy egész jó hangja van, halogének, ott egy LED, ugye 650 köpcent is, 2023-as, lóerőt, meg ilyesmi adatokat azt majd ki fogom írni, mert ezt is csak így most elkunyaráltam egy tesztre, egy gyors, nagyon gyors tesztre. A lényeg az, hogy elől 19-es, hátul 17-es kerekeink vannak ezen a Suzuki-n, és nem állítható a futóművünk, tehát nincsen erre lehetőség. Tokikó, vagy Tokicó, vagy ki hogy hívja, fék van rajta, természetesen ABS-sel, meg mindennel. Ahogy nézem, belső nélküliek a kerekeink, tehát nincsen benne tömlő, ahogy Magyarországon mondják. És lássuk még, mit ír itt. Azt mondja, hogy Made in Japan. Azért ez a mai világban is sokat jelent, hátul viszont lehet állítani az előfeszítést, és nagyjából ennyi, van szép bukócsövünk, rajta táska, minden jót bele lehet gyúrni. Itt van egy ilyen doboztartó konzol előkészítésünk, egy aránylag egyszerű kijelző, de mindent ír, amit kell, de monokróm, tehát nem ez a mostanság felkapott színes tévé, egérmozi rajta, de amúgy rendben van, mutat hőmérsékletet, órát, töltést, fogyasztást. Átlagfogyasztásunk 5,4 liter, az nem is olyan rossz, van TC, tehát traction control rajta, range 190 km-re, és szerintem nagyjából ennyi. Itt a selectel biztos lehet, ja, itt lehet változtatni, látjátok a traction controlnak a módjait kikapcsolva, 1-es vagy 2-es fokozat, jó, tegyük vissza, azt hiszem 1-esen volt, trip 1, trip 2, meg minden okosság, 2923-ban van, 700 km-re többen, mint a Norden, van egy ilyen V-Strom, nem tudom, hogy ez gyári-e maga ez a GPS előkészítés, van egy magasítás a Plexin, egy jó kis quadlock töltővel, úgyhogy minden játszik, 12 voltos töltődugaj, és nagyjából ennyi, nem is kell igazából sokkal több. Amúgy az eleje nekem az tetszik, ja, vegyem le a kontaktot, a gyújtást. Az eleje nekem tetszik ez a V-Strom, VV, és utcai gumikkal van, de hát ezzel is azért már lehet terepezgetni, láthattuk, de arra már most ott van ez a 800 köpcent is, amelyik inkább terepes, de szerintem ez se jed meg tőle, a tereptől. Van egy SV Motec haspáncélunk, ami azért nem árt, pláne, hogy olyan nagyon lent van az első hengernek a leömlője. Teljesen jó a szélvédelem rajta, srácok, főleg gondolom ez a magasítás azért nagyon sokat besegít. A gyári szélvédelem se lehet rossz, de a tulaj doki amúgy a Daimler MC Nomadstól, tett rá még egy plusz ilyen flexi kiegészítés szélterelőt, ami gondolom neki a magasságához kellett, de én se panaszkodom, mert itt semmi nincs előtted. Egy nagyon-nagyon minimális turbulencia, de egy annyi kell. Ugye a Suzuki-nál már megszokhattuk ezt a kecskeszar, nem tudom, hogy hívják, milyen kormány, tehát nem az az endurós kormány van, de amúgy teljesen kényelmes maga, jó az üléspozíció. Az előbb mondtam, hogy kicsi az ülés, igazából az, de hogyha ide hátrább ülsz, akkor nem olyan vészes, jó, most nem kell minden motor fotel legyen, meg mit tudom én, kanapé, de teljesen jó maga, így a puhaságával sincsen baj. A tank is itt szépen elkarcsúsodik, tehát jó, rá tudsz erre is szorítani combbal, fékek nagyon jók rajta, azért Japánban is tudják, hogy mit kell tenni rá, nem feltétlenül a Brembo, mindig mindenhol az olaszok, hanem ügyesen ezen, ha jól láttam, hátul Nissin, elő pedig Tokiko, vagy Tokicu, vagy nem tudom, majd úgyis megírja valaki, aki nagyon japán, hogy mi a pálya vele, hogy kell mondani, és
jó a hangja, és jó az erőleadása is. Nem tudom hány lóerő, de majd kiírom. Szokásos útvonal, nézzétek el, de nem akarok itt most nagyon visszaélni a motortulajdonosok jó szándékával, hogy csak így ideadják nekem ezt a motort egy rövid-rövid ilyen bemutatóra, tesztre. Szerintem amúgy ez a 650-es is már azért két személlyel is nagyon tudja adni, tehát elég, nem kell ide most, mit tudom én, 1006-os vagy 1002-ös vagy ilyesmi. És 5000-től kb. Jön meg a hangja is. Itt visszafordulunk. Néha én ezt a múltkor tudom a Triumph Racket 3-mal, hogy itt vissza lehet fordulni. Akkor egy kicsit könnyebb lesz, de na, az egy majdnem 400 kilós motor volt. Amúgy, hogyha nem láttad azt a videót, akkor ide, a jobb felső sarkába. Mi, hogy udvarolnak a garambok? Ó, bocsika, ne haragudjatok! Inflagrantin kaptalak titeket? Na, itt most hogy lesz anyjáé? Köszi! Na, nem jött most a kutya. Triumphra az előbb jött, megugatta a tigrist. Leülésre, és ezt próbálom. Na nézd meg! Fél lábad van, te sugatsz! Azért azt kell, hogy mondjam, ezzel a gyári dobbal is teljesen rendben van a hangja. Nyomatékból nincs ilyen, lévén egy V-motor a lábunk között, vagy a lábam között. Tehát erre szerintem a V-Stromnál senkinek nem lehet panasza, majd aztán egyszer, ha úgy hozza a sors, kipróbálok egy 1000-est, azért az beteg lehet, de ez is jó. Merev a felfüggesztés, mert ez utcára volt kiadva ez a konkrét modell, akárhogy Adventure. Talán van olyan kit hozzá, amivel kicsit terepesebbé lehet tenni. De szerintem az így is megbír egy-két földes utat, nincsen azzal gond. Na hát igen, azt mondanám így elsőre, hogy az, aki ilyen nagyon komoly tesztet vár most ettől a V-Stromtól, az nem ezen a csatornán fogja ezt megkapni, ugyanis jó esetben is van egy ilyen fél óra, amire ide kapom ezt a motort. Nem is akarom tovább feszíteni a húrokat, mert nincs amér. A hosszabb tesztekre ugye arra előre felkészülök, meg ilyesmi, de én örülök a kicsinek is, mert tudjátok, aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Milyen nehezen jár le ez a támasztó még új? Na, hát így néz ki szemből. Egy-két halogén, de hát nem kell minden LED legyen. Viszont szerintem nagyon jó a fénye, nézzétek meg mekkora maga itt ez a, ez a lámpa, bocsánat. És azért a fény visszaverő része is adja. Tompitott, az szerintem teljesen rendben van. V-Strom Adventure Tourer, úgyhogy ez inkább a Tourer, tehát a Touring, a túrázós része. Gyári dobbal is azért van hangja. Hogy mozgatja ezt a nagy csúnya piros rendszámot, az ideiglenes rendszámot. Na jó, menjünk még egy kicsit vele, lássuk, hogy még valami így elsőre jön-e nekem elő belőle, és vigyük majd vissza a gazdájának, mert volt olyan kedves, és ideadta innen is még egyszer, köszi neki. Ergonómiai szempontból szerintem tökéletes, jó az üléspozíció, egyenes háttal lehet ülni, úgyhogy ezzel a plusz kiegészítéssel teljesen rendben van a szélvédelmünk is. A fékek azok nagyon jók, tehát egy ujjal is már lehet egy olyat fékezni, ami elégséges lehet, persze nem egy vészfékezés, vagy ilyesmi. És a hátsó fékre se lehet panasz, van kipörgésgátlónk is, ugye lehet állítani három funkcióba. Felállva is. Jó, főleg azért, mert jó szűk a tank, rá tudok így felállva is szorítani. Néha azért közben fel kell állni, kicsit kinyújtózkodni, meg ilyesmi, pláne egy hosszú úton, de ezzel nincsen probléma. Tudja ezt is a Suzuki. Nem is csodálkozom rajta, te észreveszel, ugye, hogy én jövök az Auditból. Na hát, kellemes, nem
csalódás volt, mert nem is számítottam arra, hogy ez rossz lesz. Kicsit vibrálunk ide-oda, most már érzem a lábon is ilyen 5000-es fordulatnál, 5-ösbe 100-nál, de annyi baj legyen, legalább érzed, hogy valami duruzsol és dolgozik a lábad között. Abszolút jó, szerintem az ilyen autópályás utazó sebessége is első osztályú, azzal is oké is lehet. Na, én tényleg azt tudom mondani, hogy aki ilyen vésztromba gondolkodik, az természetesen egyszer próbálja ki, de nem hiszem, hogy nagyon rá tudna erre hibázni, vagy rá kellemetlen csalódás érni, de na, jó gép ez, főleg, hogy ebben már van egy pici elektronika, nincsen túl bonyolítva, nincsenek módok, nem is kell sokszor, de néha nem átna egy jó esőmód, vagy off-road, vagy ilyesmi. Szerintem ki lehet azokat is ott az ABS-eket, meg ilyesmit kapcsolni, úgyhogy erre se lehet panasza az embernek. Amúgy itt van a hely, képzeljétek el, hogy Szabolcsunk volt a fő mérnök, ha jól tudom, fő, de mérnök volt, és most is mérnök, az biztos. Ők építették ezt az épületet, csak így mondom, nehogy forog a konna, hé! Na. Hölgyek, urak, ez lett volna a gyors teszt a Suzuki V-Strom 650-ről, innen is köszönet Dokinak, hogy ideadta. Remélem, hogy tetszett, hogyha tetszett, akkor like, feliratkozás, megosztás, és hogyha támogatnál, megteheted Patreonon, vagy szuper like-kal, Patreonon hamarabb megnézheted a tartalmakat, úgyhogy gondolkozz el rajta, mert megéri. Köszi, hogy megnéztétek, találkozunk a következő videóba, sziasztok!